Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a Kondorosi Evangélikus Templomból, húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnap, Kantáte vasárnapján. Énekeljük el együtt közösen a kezdőéneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Énekeljétek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát, megemlékezett kegyelméről és hűségéről. Látták a föld határai, mind a mi Istenünk üdvösségét. Amen. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, maradj a Te népeddel ígéreted szerint, és szentelj meg minket jelenléteddel, hogy megtartsuk a szeretet új parancsolatát, és együtt hirdessük háladó énekkel, hogy egyedül Tied a dicsőség menjen és földön, most és mindörökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnap, Kantáte vasárnapjának prédikációs textusát. Úgy, amit ezt megírva találjuk a Máté szerinti evangélium 21. fejezetében, a 14. verstől kezdődően a következőképpen. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának,
haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom, sosem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amen. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek, hogyha valaki hétről hétre megfigyelte a húsvét ünnepe utáni vasárnapoknak a témáját, tartalmát, észrevehette, hogy ezek nagyon precízen, nagyon pontosan megszerkesztett tartalmú, mondani valójú, témájú vasárnapok. A húsvét után első két vasárnap arról szól, hogy mit ad nekünk az Isten a feltámadott Krisztusban. Az első vasárnap az új életről szól. A második arról, hogy a feltámadt Krisztus jó pásztorként gondoskodik a nyájáról, terelgeti az övéit. A harmadik vasárnaptól kezdve pedig a gyülekezet válasza áll az Isten tisztelet középpontjába. Először, tehát múlt héten a jubiláte vasárnap, az öröm vasárnapja jött, majd következett ma a kantáte vasárnapja, az éneklés vasárnapja, jövő héten pedig rogáte, az imádság vasárnapja következik. Nagyon tudatosan épített, felépített egyházi rendez, amely a húsvét és a pünkösd közötti vasárnapokra korlátozódik, és amely nagyon jól mutatja azt, hogy a keresztény embernek mi a feladata, hogyan kell új életben járni a húsvét után, hogyan örülhetünk, énekelhetünk, és hogyan adhatunk hálát az imádságunkkal. Ma tehát az éneklés vasárnapja van, és ebből a Máté szerinti evangéliumból hallottuk azt a részt, amikor Jézus miután kiűzte a kufárokat, az árusokat a templomból, a templomban elkezd gyógyítani, gyógyítja a betegeket, mindazokat, akik hozzá siettek, hozzá szaladtak, és az ott lévő gyermekek, látva Jézus csodáit, újongó dicséretet énekeltek. Teljesen spontán kialakul egy gyülekezetből egy apró kis kórus, ahol gyermekek újongásba törnek ki, ahol a gyermekek énekkel dicsérik Jézust. Nagyon spontán ezeknek a gyermekeknek a reakciója, mint ahogy általában a gyermekek reakciója, nagyon sokszor nagyon spontán és őszinte. Nyíltan reagálnak arra, amit látnak, amit tapasztalnak, és nagyon őszintén, nagyon hamar megéreznek valamit. Befogadják azt, amit látnak. Nem gondolkodnak, nem mérlegelnek, ahogy teszik ezt az írástudók. Azok, akik a gyülekezet őrei, azok a farizeusok, akik az istentisztelet rendjére felügyeltek, nem mérlegelnek, nem gondolkodnak a gyerekek. Az írástudók, farizeusok teszik ezt, akik azt gondolják, hogy itt valami rendbontás történik. Akik azt mondják és azt gondolják, hogy ennek nem szabadna így lennie. Hogyan énekelhetik mindezt a gyerekek? Hogyan énekelhetik és hogyan dicsőíthetik az Istent, és hogyan szólíthatják Dávid fiának Jézus, hiszen azt a messiásra vonatkoztatva kellene érteni. Az ő szemük elől ezért van rejtve Jézus, és az ő személynek a nagysága, mert ők mérlegelnek. Azt nézik, hogy vajon belefér-e abba a teológiai, abba az Isten képbe, amit ők az Istenről gondolnak. Vajon Jézus megfelel-e maradéktalanul annak, amit a messiásnak tulajdonítanak, és amit tőle várnak. Ezért is mondja Jézus egy másik alkalommal, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, semmiképpen nem mehettek be az Isten országába. Ahhoz, hogy Jézust elfogadjuk, ahhoz, hogy őt az életünkbe befogadjuk, nem bölcsességre, nem teológiai képzettségre van szükség, hanem egyedül arra a gyermeki szívre és nyitottságra, amelyet ebben az evangéliumban a gyermekek részéről tapasztalunk. A nyitott szívű ember látja meg ma is azt a Jézust, aki csodákat tesz és aki gyógyít. A nyitott szívű ember hallja meg azokat a szavakat, igéket, amelyeket most talán éppen a tévén keresztül, az interneten keresztül üzem ma számunkra.
nem a bölcs, nem a teológiailag képzett, nem a több diplomás, hanem az a nyitott szívű ember, aki gyermeki szívvel, gyermeki lélekkel vágyik arra, hogy vele találkozzon. Mai vasárnap is igével, szavával, lelkével mutat rá hibáinkra, mutat rá bűneinkre, és gyógyít, gyógyítani akar bennünket. Megnyitja a mi szemünket, leveszi a hályogot a szemünkről, hogy meglássuk mindazt, ami körülvesz bennünket, és leginkább mindazt, ami bennünk rejtezik. Azokat a bűnöket, azokat a megszokott fájdalmakat, nehézségeket, amelyeket hordozunk, cipelünk, és amelyet talán olyan sokszor óvva, féltve, dédelgetve őrzünk magunkban. Ahelyett, hogy rájuk ismernénk, ahelyett, hogy szabadulnánk tőlük, ahelyett, hogy Jézus kérnénk, hogy oldja föl ezeket a görcsöket, szabadítsa meg bennünket ezektől a bűnöktől. Ma is így gyógyítja bénultságunkat, mert szavával új erőt és új reménységet ad. Nagyon sokszor a felnőtt ember, az értelmesnek, saját magát értelmesnek gondoló ember első kérdése az, hogy de hát hogyan teszi ezt? Milyen hatalommal, milyen módon teszi ezt Jézus? Milyen módon teszi azt, hogy gyógyulhatok, vagy bűnöktől szabadulhatok? Hogyan lehetséges ez? És akkor, amikor az ember elkezdi kérdezgetni, elkezdi kutatni a csodákat, nagyon sokszor azt veszük észre, hogy tulajdonképpen a csodákat észre sem vesszük. Vagy azt gondoljuk, hogy ezek a csodák nem is létezhetnek. Mivel emberi módon, emberi számítás szerint nem tudjuk újra meg újra reprodukálni, nem tudjuk ezt magyarázni, ezért ezek mintha meg se történtek volna. Átírja az ember az életében a csodát, valami istenit, valami mennyeit, és aztán néhány nap múlva, amikor a lelkesedés elmúlik, eltűnik, talán mi magunk is azt mondjuk, hogy de hát ezt talán csak képzeltem. Ez talán meg se történt. Ez meg sem történhetett, mert semmi reális magyarázat erre nincsen. És tulajdonképpen Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy azokban az apró pici gyermekekben, akik őszintén, tiszta szívvel meglátják benne az Istent, meglátják az Isten fiát, meglátják a Messiást, azok tudnak találkozni az igazi csodával, azok tudnak találkozni ma is az Isten szeretetével. A gyermekek felismerték Jézusban a Messiást, és ezt nem késlekedtek kifejezni, egyből énekben, dicsőítő énekben tört ki a lelkük. Éppen ezért nehézményezik a templom és az Isten tiszteleti élet felügyelői ezeket a magatartásokat, mert azt mondják, hogy előbb meg kell mindezt alaposan vizsgálni. Nézzük meg, hogy mi is történt itt. Jézus gyógyít. Hogyan gyógyíthat Jézus? Ki ez a Jézus? Kinek a fia? Hát ő az ácsmesternek a fia. Hogyan gyógyíthat? Hát ismerjük, itt ne jött a közelből. Nem lehet ő az Isten fia. Milyen mester, milyen tanítótól jött ő? Hogyan mondhat ilyen szavakat? Hogyan ismerhet így az írást egyáltalán? Meg kell vizsgálni, össze kell hasonlítani, össze kell mérni, és meg kell nézni, hogy abba a keretbe, amit mi megfogalmaztunk az Istenről, a Messiásról, abba belefér-e. Mert hogyha nem, akkor mennie kell. Ha nem, akkor el kell törölni, el kell pusztítani. És valljuk meg őszintén, sokszor mi magunk is ilyenek vagyunk. Méricskélünk, van egy elképzelésünk az Istenről, van egy elképzelésünk a Szentírásról, van egy elképzelésünk az Isten útjáról, vagy az Isten szeretetéről, vagy az Isten segítségnyújtásáról, és hogyha mi nem azt kapjuk, amit mi várnánk, vagy amit mi az Istenhez méltónak gondolnánk, akkor elvetjük talán az ajándékot, vagy akár éppen az Istent is. Mert mi nem ezt vártuk, mert mi nem így képzeltük. Egyszer valaki azt mondta, hogy az nem lehet, hogy az Isten saját fiát áldozza fel értem. Az nem lehet, hogy a bűnös ember miatt az Isten a saját fiát büntesse. A bűnbocsánatot ki kell érdemelni, vezekelni kell az elkövetett bűnökért. A gyermeki szív és a gyermeki hit ehelyett ezt mondja, áldott légy Uram, hogy így szeretsz engem. Áldott légy Uram, hogy mindezt megtetted értem. Áldott légy Uram, hogy Jézust, egyszülött fiadat adtad a kereszthalára
az én bűneimért, azért, hogy nekem igazi, örök életem legyen. Aki így látja és ilyen egyszerű hittel fogadja el Jézust, annak valóban szívében öröm és hála fakad. És a hála éneke fakad az ajkáról, a szemében, a szívében, és akár szó szerint az ajkáról. Öröm dalban fakad ki. Kantáte vasárnapja van, énekeljetek, szólít fel bennünket a mai vasárnap ősi zsoltára. Isten gyermekeit szólítja ez a zsoltár, hogy merjünk bátran énekelni. Mert amivel tele van a szívünk, azt szólja a szánk, mondja a Szentírás. Milyen jó lenne, hogyha akár ebben a mai helyzetben is örömre fakadhatna a szánk. És úgy tudnánk énekelni majd az áró éneket már azzal a lelkesedéssel, hogy nem azon gondolkodom, hogy vajon valaki hallja ezt a családban mellettem. Vajon mit szól a szomszéd a nyitott ablaknál, vagy valaki, ha elsétál a tévém ablakon, vagy a számítógépen mellett, hogy vajon ez mit csinál itt az üres szobában? Miért énekel? Kivel énekel? Hogy jön ahhoz, hogy valaki egyedül, akár egy ilyen nehéz helyzetben énekre fakadjon? Milyen jó, hogyha ez az ember fejében, eszében nem is jut, hanem egyszerűen csak a gyülekezet többi tagjával, miután megkondul a harang, mi is énekre fakadunk, mert a szívünk, mert a hálatelt szívünk dalban tör ki és dalban fakad. Tudunk-e hát így énekelni? Tudjuk-e Istent egész lényünkkel dicsérni és magasztalni? Akkor tudjuk ezt megtenni, ha frissen, személyesen átéljük az Isten szeretetét, megtapasztaljuk az Isten kegyelmét. Amikor megtapasztaljuk azt, hogy az Isten szeretett gyermeke vagyok. Amikor megtapasztalom azt, hogy minden gond és baj ellenére az Isten szeret engem. Amikor megtapasztalom azt, hogy bár vannak nehézségek a saját életemben, most a gyülekezeteink életében, a családok életében, az ország vagy a világ életében vannak gondok és problémák és nehézségek és tragédiák, de mégis ezzel együtt ennek ellenére az Isten szeretett gyermeke vagyok. Hogyha szívünk tele lesz Jézus iránti hálával és szeretettel, a tőle kapott bűnbocsánat és üdvösség örömével, akkor majd mi magunk is szánkra vesszük úgy az éneket olyan szívvel, ahogy ezek a gyermekek ott a templomban tették. Hogy hirdessük mi is a gyermekek kórusával együtt, hogy Hozsána Dávid fiának, Jézusnak, áldott, aki jön az Úr nevében. Hiszen Jézus személyében felfedezhetjük, hogy az Isten jó, hogy az Isten törődik velünk, hogy az Isten szeret és az Isten megment bennünket. Megérthetjük Jézus halálán keresztül, áldozatán keresztül és feltámadásán keresztül. Az Isten akarata nem a halál, hanem az élet. Nem a szomorúság, hanem az vidámság, hanem a boldogság, a békesség. Hangzik-e ma ajkunkon is Istent Jézusért dicsérő imádságunk és háladói nekünk? Hogyha nem, akkor nyugodtan gondolkodjunk el azon, hogy miért nem. Mert talán nincs elég hitünk, vagy talán nincs elég reménységünk. Kantáte vasárnapján gondoljunk arra, hogy éneklésünk tükrözi a hitünket. Merünk-e tiszta szívvel, nyitott szívvel, lélekkel énekelni az Isten előtt? Remélem, hogy sokan fejezik ki majd az igenlésüket az énekkel, hogy mosolygós szívvel, mosolygós lélekkel éneklik majd együtt, mindannyian velem együtt is a hála éneket, az utolsó énekünket. Kifejezzük azt, hogy hálásak vagyunk az Istennek. És merjük neki elmondani minden örömünket, hiszen örömünk, igazi örömünk forrása ő maga. Aki meghalt értünk, de aki feltámadott értünk. Azért, hogy igazi, tőlünk elvehetetlen örömünk legyen. Adja az Isten, számunkra ezt megtapasztaljuk, és kantáte vasárnapja figyelmeztessen bennünket arra, hogy legyen mindig ott a fejünkben, szívünkben, hogy van miért hálát adnunk, van minek örülnünk. Amen. Most pedig kantáte vasárnapján hallgassa meg a keresztény gyülekezet a kórusunk egy régi archív felvételét.
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg téged és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen.